Varga Dénes közgazdász a vendégem, aki egy nagyon érdekes számokban is, nem csak számokban is nagyon érdekes kutatást vezetett. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, nevezetesen kívánok. Azt vizsgálták, és azt hiszem, hogy mindenki, akinek van lakása, vagy szeretné, hogyha vásárolni egy lakást, akár befektetési, akár magáncélra az elkövetkező években, biztos, hogy most árgus szemekkel figyel minket. Ugyanis az elmúlt években azért elszálltak a csillagos égig a lakásárak, nagyon sok is épült belőlük, ugyanakkor most komoly jogszabályi változások lesznek, számokban is mérhető változások is lesznek. Hogyan alakul a lakástrend a következő években? Mi egy elég részletes prognózist csináltunk mind a 7 statisztikai régióra 2022-ig, és ezen túlmenően az ország, felbontottuk a statisztikai régiókat, mert azt tapasztaltuk, hogy vannak olyan megyék, amelyek nagyon jól reagálnak mennyiségi tekintetben az élénkítésre, és vannak, amelyek szinte egyáltalán nem reagálnak. Háromszoros, négyszeres ez a különbség. György megye, Budapest és Pest megye viszi a prímet. Itt, amikor nincs élénkítés, akkor nagyjából hasonlók a fajlagos mutatók az országos régió, az ország többi részéhez, és amikor élénkítés van, akkor háromszoros, négyszeres különbség lesz. Ez arra vezet, hogy a kormány nagyon rövid idő alatt szeretne nagyon nagy számokat, és tulajdonképpen az áremelkedések mögött is ez van. Az ország igen jelentős részén nemhogy nincsen nagy áremelkedés, hanem egyszerűen eladhatatlanok a lakások. Melyek ezek a régiók? Hát elsősorban Észak-Magyarország, azon belül is Nógrád megye, de Dél-Dunántúl és Észak-Alföld is ilyen terület. Mekkora az olló, mekkora a különbség mondjuk, akkor azt mondja, hogy ha Dél-Dunántúl, akkor mondjuk ezt értsen Baranya megyére, vagy Somogy megyére, értem? Igen, így tehát van. Mekkora a somogyi, a nógrádi és mondjuk a Budapest belvárosi lakások közti különbség, eladhatósági különbség? Hát nézze, az a helyzet, hogyha valaki épít egy családi házat mondjuk, vagy vásárol egy lakást, akkor attól áron alul nem szívesen válik meg. Hát ez törvényszerű, érthető. Így van. Na most, hogyha ő történetesen egy elmaradott településen, vagy akár mondhatnám Salgótarjánt, ami mégiscsak egy megyeszékhely, ott próbál egy lakást eladni, akkor azzal szembesül, hogy azt a pénzt, amiből ő akár ugyanott vehetne egy másik lakást, azt nem tudja megkapni. Én azt gondolom, hogy itt a legnagyobb probléma az, hogy Magyarországon nincsen lakáskoncepció, csak akciók vannak, és azt mondhatom önnek, visszamenve egészen 2010-ig, sőt, visszamehetnénk időben még tovább, tulajdonképpen egyetlen egy olyan lakáspolitikai intézkedés sincs, amivel egyet lehetne érteni. Hogyha azt a mondatot olvasom, például, hogy 2020-ra, és akkor most szó szerint idézem, egyetlen vállalkozói lakás átadása sem várható. Ez mit jelent? Hát, ez azt jelenti, amit olvasok, egyetlen vállalkozói lakást sem fognak átadni? Nemrég hozott a kormány egy olyan intézkedést, hogy az 5%-os áfa hatályát kiterjeszti abba az esetbe, hogyha van építési engedély, vagy volt építési engedély november 1-én. Ez egy kármentő intézkedés, mert hogyha ez az intézkedés nem történik meg, akkor valóban az lett volna, hogy 2019 végén nem fizikailag, hanem adminisztratíve átadnak 25-30 ezer lakást. Ennek az intézkedésnek a hatására nem szükséges csalni, nem szükséges gányolni, át lehet adni a lakásokat a következő évbe. Így ahhoz a megfogalmazáshoz képest egy enyhébb lefutás várható. De azt szeretném mondani önnek és a nézőknek is, hogy a rendszerváltás előtt minden további nélkül épült ebbe az országba 60 ezer lakás egy évbe, és nehéz ma azt elfogadni, hogy ennek a felét sem tudjuk teljesíteni. 2020 után ugyanis ismét visszaáll a volumen 10-15 ezres szintre. Ennek viszont az az oka, hogy a lakáspolitika túlságosan, a gazdaságpolitikához hasonlóan túlságosan gazdagpárti Magyarországon.
Erre jegyezték meg azt, hogy 200 milliót meghaladó építési költségű lakás építtetője 38 milliós állami támogatáshoz juthat. Nézze, ez az állami támogatás adott esetben szociális lakásnak hívják egyébként ezeket a lakásokat formálisan, akár 50 millió forintos a 5% és a 27%-os áfa közötti különbség. Jó kérdése az, hogy ez a többletpénz, ez kinek kerül a zsebébe. Hogyha nézzük az áremelkedéseket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem a lakásvásárlót támogatja ezzel az állam, és én hozzátenném azt, hogy nem is a kivitelezőt és az építőanyaggyártót. Ennek a haszonnak a legnagyobb része ez a befektető, de néhány száz magyar embernek a zsebébe kerül. Rendben van, de hogyha például ott a csoktörvény, én egy háromgyermekes családapa vagyok, a háromgyerekes családoknál jár a 10 millió forint a felvehető támogatás például egy lakásra. És pontosan tudom azt, hogy amikor a csoktörvény megjelent, támogatva ezzel mondjuk a háromgyerekes családokat, akkor a lakásárak is megemelkedtek jelentős mértékben annak a rétegnek a számára, akik ezt igénybe vehették. Azt hiszem, hogy a problémának az a kulcsa, hogyha olyan élénkítést csinálunk, ami a felső két jövedelmi tizedet célozza, akkor meg fog jelenni a piacon nagyon markánsan a befektetési jellegű kereslet. Így volt ez a 2000-2010 közötti élénkítésnél is, és ez a magyarázat a területi különbségeknek is. Hogyha nem ezt az utat járjuk, hanem megpróbáljuk az alsóbb jövedelmi tizedekbe célozni az élénkítést, akkor nem lesz ilyen drasztikus áremelkedés. De milyen eszközökkel lehet például elérni azt, hogy ahogy azt mondja, igazságosabb legyen a rendszer, mert hogyha jól értem szavait, akkor igazságtalannak látja. Teljesen egyetértünk azzal a kormánypolitikával, hogy a minimálbéreket és a szakmai minimálbért emelték, és a jövőbe is emelni akarják. Tulajdonképpen egy lakás politikán kívüli eszköz az adórendszerrel és a jövedelempolitikával lehet a legjobban segíteni a lakáspiacon. Ha ez a tendencia folytatódna, tehát az alacsony jövedelmi tizedekbe emelkednének a bérek, akkor ez széles tömegek részére tenni lehetővé azt, hogy megjelennek a keresletükkel a lakáspiacon, és akkor ezt a kínálat is tudná követni. Tehát nem alakulnának ki monopól helyzetek, és a piaci verseny kordába tartaná az árakat. Ha már a piacot és a piaci versenyt említette, ugye tudjuk, hogy vannak ezek a trendek, tudjuk, hogy vannak ezek az intézkedések, mi is pontosan konkrét dátumokról, konkrét százalékokról tudunk most beszélni. Hogyan fognak alakulni ön szerint a lakásárak? Hát nézze, én azt hiszem, hogy akkor, amikor visszaesik a volumen a 15 ezres éves szint alá, ami 2020 után várható, és évekig ezen a szinten fog maradni a várakozásunk szerint, ez idézőjelben rendbe teszi az árakat is. De a rendbe teszi, az mit jelent, hogy most csillagos égben vannak, és visszahozzuk a felhők alá őket? Stagnálni fognak az árak 2020 után. Aki most vásárol még lakást, annak például, hogyha befektetési céllal vásárol, akkor tud még hozamot, tud még nyereséget realizálni, vagy most már nem? Mert beáraszt a piac. Az egy általános észrevétel, hogy amikor egy buborék fúvódik fel, és itt most egyre inkább erről kell beszélnünk, akkor egy bizonyos mértékig akkor is érdemes beszállni a buborék felfúvásába, és ez alatt befektetési célból lakást vásárolni, ha már tudjuk, hogy ez az árszínvonal nem reális. Na de azért a hasznot akkor tudja az ember realizálni, hogyha a buborék kipukkanás előtt azt a lakást el tudja adni haszonnal. De ez azt jelenti, hogy erre most nem látok esélyt. A buborék, tehát akkor tisztázunk valamit, ez a buborék ön szerint ki fog pukkanni. Így van. Ha én most mondok egy összeget, 10 millió forintért vásároltam egy lakást mai napon, november 27-én 2018-ban, és én ezt a lakást szeretném eladni 2020 júniusában, mondjuk, de akkor legyen november, mert akkor tudjuk azt számolni, hogy mához két évre, akkor a ma 10 milliós lakásomat 2 év múlva mennyire fogom tudni eladni? Szintiszta matekot kérdeznék.
Nézze, hogyha 10 millióért vett egy lakást, akkor nagy valószínűséggel Nógrádba vagy Borsodba vette azt a lakást, és akkor nem fogja tudni 10 millióért se eladni, tehát sem magyarul most, a se 10 év 100% múlva. Alatt fogom. Jó, és hogyha én Budapest belvárosában vásároltam, akkor 50 millióért egy lakást? Vannak olyan helyek, ahol van egy területi monopólium. Tehát ez a Tokajnak az esete, a Tokaji árát nem az fogja befolyásolni, hogy mennyi bor terem Magyarországban egyébként, mert Tokajon egy korlátozott mennyiség van. Ugyanígy Budapest belvárosa az mindig egy kiemelt terület lesz, és ott az áremelkedés nem a lakáspiaci trendek fogják befolyásolni, hanem az, hogy Magyarország jövője hogy alakul. Képzelj el, hogy kaptam egy ajánlatot nem olyan régen, nem személyre szóló ajánlat, nem nekem küldték, én ezt nem tudnám megengedni magamnak, de Budapest belvárosában szerettek volna, hogy felkínáltak nekem egy lakást eladásra, mellé egy gépkocsi beálló hellyel. Mondom még egyszer, gépkocsi beálló hellyel. 15 millió forintba került a gépkocsi beálló hely. Nem vettem meg. Köszönöm szépen, hogy itt járt nálunk. Köszönöm.